Nagy Isten, olyat látsz, hogy ami iszonyúan fényesség, egy pontszerű, fokozatosan növekvő valamit látsz, akkor utána vagy szaladjál, vagy legalábbis próbálj meg néhány imát elmondani. Mi lesz még rá idő? Hát igen, tulajdonképpen jó kérdés. Halló, itt Budapest. Budapest. Halló. Halló, Budapest, itt a Szabadsághegy. Na, mi van? Atya úristen, romokba hever minden. Megint becsapodott? Kész a káosz, teljesen ki vagyunk. Hú, hát kész vagyunk teljesen. Hova ütődött be? Hát most az az igazság, hogyha az adott tornyot próbálom behatárolni, akkor picikét keleti irányban. És nagyon nagy a káosz? Hatalmas káosz van, itt vannak a rendőrség, hú, itt annyi ember mozog. És hova csapódott be konkrétan, azt látszik onnét, ahol te állsz? Igen, innen éppen látom, hogy egészen a háznak a felét, hát gyakorlatilag félbevágta az egyik házat. De nem a tiéteket, hanem odébb? Nem a miénket, nem, hát itt az ablakból nézem az eseményeket. Az előbbi a Tilos Rádióban 1998-ban elhangzott hírről persze mindenki sejti, hogy nem igaz, hiszen a meteorrajok darabjai nem jutnak el a felszínig, a légkör ugyanis megvéd tőlük minket. A légkörön túl levő űrhajósoknak viszont valódi veszélyt jelentenek. Mégis vannak olyan meteorok, melyek igen fényesek, s majdnem eljutnak a felszínig, sokszor épp egy meteorraj idején. Ezek a legfényesebb meteorok más néven tűzgömbök. Definíció szerint a Vénusznál is fényesebb és általában lassan mozgó meteorokat nevezik tűzgömbnek, a több részre szakadt és felrobbant tűzgömbök neve pedig bolida. Épp a Leonidák idején láttak tűzgömböt 1833-ban Pozsony közelében. A Haza és külföldi tudósítások című lap hozta le a következő hírt. November 20-án, reggeli 8:30 órakor Pozsony városának túl a Dunán levő berkeiben, a császárút melletti erdő kerületben egy hosszú, hegyezett, halványtűzű, tömött tekéhez hasonló tüzes meteor látszott, mely északkeletről délnyugat felé vonultában lángfarkat képző alsó részéből sok igen fényes tűzcsillagokat és szikrákat szólt, s az erdő egészen megvilágította. Miután északnak fordult, csúcsával egy ívet kerekítvén, leesett, de a földet el nem érte, felette 3-4 lábnyi magasságra kialudván. Ezt azon hely felett a levegőben dörgéshez hasonló roppanás követte, mely sebesen terjedt, és ezt a városban, a hegyen, sőt 4 mérföldnyire is sokan bámulva hallották, mint hogy az ég felhőtlen, a levegő derült és tiszta, a föld keményen megfagyva, a házfedelek és réteg délrel bevonva voltak. Meteorkövek nem találtattak. Az égen lassan több 10 másodpercig elvonuló tűzgömböt láttak 1954. október 25-én Magyarországon, mely jelenségről 1600 szemtanú számolt be levélben annak idején. A Szabad Nép korabeli híre szerint a meteoritikus tűzgömb a Duna-Tisza köze felett robbant föl. A hírben szerepel még a következő is. A szakemberek azt is megállapították, hogy a hétfő reggeli tűzgömb 15 másodperc alatt több száz kilométeres utat futott be hazánk egén, és valószínűleg a Duna-Tisza köze fölött darabokra robbant. Innen kezdve a szétvált darabok egymással párhuzamosan szágoldottak tovább, és az ország déli részén hullottak a földre. Azok a meteorok, amikből valóban követ is találnak a földön, általában magányosan és nem meteorrajjal érkeznek. Ilyen okozta a dinoszauruszok kialását is. De kivételek is vannak, az 1998-as Leonidák napján történt a következő eset, melyről a korabeli rádióadás így számolt be. Buziában, Rusztavi városában egy 5 dekás meteor darab hajszál híján eltalált egy férfit. A meteoraj mégis inkább a műholdakra veszélyes, az apró szemcsék nagy sebességükkel kárt tehetnek a napelem táblákban és a különböző lencsékben. A földön azonban nem kell aggódnunk, csak készítsük a kívánságlistát a hulló csillagok zuhatagában.
A 19. századi észlelők szerint akkor majdnem annyi meteor hullott, mint amennyi hópehely egy hóeséskor. A 2002-es Leonidák idején ilyesmire nem számíthattunk, mert épp teli hold volt. Ez fényével a meteorok jó részét láthatatlanná tette. A csapat mégis lelkesen vágott útnak. A meteorzápor maximumát, azaz a fő kitörést november 19-én hajnali 5 órára jósolták a csillagászok. Teplicki István, az észlelés szervezője, már kora délelőtt elkezdte az út szervezését. A Ulmi Egyetem, Németország, Meteosat szájtjáról, ami garantáltan Európában az egyik legjobb szolgáltatás, legszebb, mondjuk, meg leginformatívabb, meg legmegbízhatóbb főleg, értem ez alatt, hogy tudom, a adott órás képet óra kettőkor felrakják, és ebből letűtünk minden a fázisképet, és majd szépen meganimáljuk, úgy házilag nézzük az első képet talán. A legfontosabb természetesen az volt, hogy az ég derült legyen hajnalban. A felhőkön keresztül ugyanis nem látni a meteorokat. Az autó és az útlevelek készen álltak, hogy akár az Adriára is lemenjünk, ha az időjárás úgy alakul, a számítógépen pedig fél óránként töltöttük le a legfrissebb műholdképeket. Ebben a helyzetben szinte azt mondom, hogy szinte alig érdemes hova mennünk, hogy itt van Zadar környéke. Ez 8 óra 30-os. De testi persze bármi lehet, még hajnali meg pláne, csak ha most lenne a helyzet, akkor elég is kaka lenne a dolog. Tehát ugye ez a kis kiugrás az Adar, ahova ledöngettek Kereszti Zsolték 99-ben, amikor ők látták az akkori potyogást. A rádió déli krónikájában is szóltak a jelenségről, úgyhogy innen már bárki tudhatta, hogy izgalmas éjszaka várható. Krónika. Másodpercenként akár több hulló csillag is látható lesz az égen holnap hajnalban, ha tiszta lesz az idő. A különleges látványt a Leonidák meteorrai idézi elő. A jelenség különlegessége, hogy a meteorrajon most halad át utoljára a Föld. Az üstökös legközelebb 2031-ben kerül a nap közelébe, akkor azonban a Jupiter gravitációs hatása megváltoztatja a porfelhők útját, így nem találkozik bolygónkkal. A hullócsillagzápor már éjféltől látható, kezdetben percenként, majd másodpercenként figyelhető meg egy-egy hullócsillag, de a legtöbb másodpercenként akár több is hajnali 5 órakor ízzik fel az égen 100-150 kilométeres magasságban. És látjuk, vagy nem? Kapcsoljuk a meteorológus Török Dénest. Jó napot kívánok! Hát részben igen, mert éjszakai óráktól kezdődik nyugat felől egy komolyabb felhősödés. Végül maradtunk idehaza, és este 3 autónyi csapattal vágtunk neki az útnak. Útközben, még mielőtt elhagytuk volna Budapestet, egy gyors bejelentkezés egy helyi közösségi állomás a Fix Rádió műsorába. Na szóval a Sirius műsorra folyik ugyebár a Fix Rádióban, hogy mindjárt bejelentkezünk. A Sirius kifejezetten vevő ezekre a témákra, meg ezekre a gondolatokra, úgyhogy... Itt a Fix Rádióban, ugye 98 MHz-en. Dehogy teszem le, eszem ágában sincs. Üdvözöllek benneteket, ez egy exkluzív nap, ugyanis holnap hajnalban, illetve hát pár óra múlva, bizony jönnek a Leonidák, így van. Most indul egy tizenvalány fős expedíciós csapat ki a Mátrába. Az a helyzet, hogy napközben, ez egy kettős maximum, amiben az elsőt láthatjuk így vizuálisan. Másikat sajnos nem, hiszen hát ugye éppen nappal lesz nálunk. Viszont rádiósan, hanem is a 98 MHz-en, de azért megpróbálhatják azok, akik rádiós meteorozni is tudnak. Nem azzal fogok, azt hallgatni fogjuk a következő pár percben, amíg még a vételkörzetet el nem hagyjuk, hát nyilván a gödörlő idomságon túl, talán 60 környékén még azért élvezzük a műsort. Tessék jó zenéket szolgáltatni. Jaj, de jó! Jaj, de jó! A Vágyalkú című nóta, ami talán az egyik legjobb a lemezen, és már koncerten játszották, úgyhogy a héjavarás következik, és Tepi, nagyon szépen köszönöm, hogy telefonáltál. Minden jó! Szia! 463-43-13 ez a telefonszámunk, és végre a telefonáló helyet most nem magamat húztam le, ez is sikerült nekem. Jön a Gyimes együttes föntről, a Felvidékről, és a Vágyalkú című nóta a Héjavarázs albumról. Azon az éjszakán különlegesen enyhe időig érkezett. Egy parkolóban még laptop és mobiltelefonos internet kapcsolat segítségével letöltöttük a legfrissebb műholdképet. Aztán mentünk tovább a Mátrába, útközben még kapcsolatban maradva más vidéki csapatokkal is. Most az van, hogy Pestről is beszéltem az Ákossal, ők is jönnek ilyen felhők, de elég gyorsan oszlanak.
Tehát így ez az egész, ami ránk jött, eléggé szét van szakadozva, a Pécsen, meg Kaposváron is a derülkes. Még vannak mindenféle felhőtömbök, az a baj, egyszerűen nem lehet elválni, mert ilyen csíkokban vannak, és nem tudod megmondani, hogy most pontosan hol lesz. Este 11 órára érkeztünk meg az észlelési táborhelyre, Kúthegyre. Megérkeztünk, akkor itt vagyunk a háromfal templomom mellett, Kúthegyen. SMS-ek jönnek, mint az őrült, és gyönyörű az ég. Fejezetten gyönyörű az ég, holdfény, jó nagy szél, az emberek már vacognak. Hát gondolom van egy olyan 10-11-2 fok, amíg elveszek a hőmérőt. Hatalmas nagy cuccokkal pakolgatunk ki. És hát az információk szerint éppen most kaptunk egy telefont, akik már Tokaj hegyen elkezdték a megfigyelést. Sokkal lassabbak a hullócsillagok, a Leonidák, mint 99-ben, tehát 3 évvel ezelőtt. És jönnek, úgyhogy nagyon készülünk itt az eseményekre. Munkára fel ki a kocsiból tűnés. Fordulálok, ez a plac az ételő plac. Hamarosan megláttuk az első hullócsillagokat is, és rövidesen tucatnyi másik autó is érkezett a kis rétre, az egyikben Keresztúri Ákossal. Mennyire szokásos, hogy ennyien jönnek nem. ide? Nem, abszolút nem szokásos. Azt hiszem a maximum az 2 autó volt, mondjuk 10 ember. Most pedig van itt 7 autó, és hát nem tudom, állítólag 30 ember. Hát egy nagyon kisfajta tábor, hirtelen itt. És szerinted miért jöttek el ennyi? Hát mert mindenki hisz a csodában. Az a mondás terjedt el, hogy most van utoljára jó alkalom arra, hogy a mondjuk így a 33 éves ciklusban idén lássunk még nagy meteorzápor. Tehát, hogyha valaki nem jött el, akkor mondjuk várhat 33 évet. Vagy 3 évtizedet várhat. És szerintem egy csomóan ezért jöttünk el. Az előrejelzett maximum, vagy kitörés időpontja az többnyire bejött, de a nagysága az nem. Tehát általában kisebb volt, főleg érdekes, pekes dolog, főleg azok voltak kisebbek, amelyeket mi láthattunk. Keleten voltak jobbak. A kicsi az mit jelent? Én nekem ráégett a hát, is egy. Hoppá! Egy óra plusz 7 fok a hőmérséklet jelenleg. Olyan óránként mondjuk olyan 100 meteor körüli értéket ritkán lépte túl, de ez most csak egy nagyon-nagyon durva átlag. A maximum az milyen hosszú időt jelent? Hát, most én elnyúltam, tehát jó, több órás maximumot jeleznek előre. Pirkarat elejére várható körülbelül. Éjfél felé megkezdődtek a tudományos észlelés előkészületei. Az észlelés koordinátora Teplicki István volt. Először minden megfigyelő saját számot kapott, majd kiosztották a megfigyelendő égbolt szeleteket. Jelentkezést kérek! Vörös 10-es készenlétben! Vörös 7-es készenlétben! Vörös 3-as készenlétben! Vörös 6-as készenlétben! Vörös 9-es készenlétben! Vörös 2-es készenlétben! Vörös 11 készenlétben! Vörös 5-ös készenlétben! Támadó állásba felkészülni! Most hatolunk át a mágneses mezőjükön! Kapaszkodjatok! Hajsokat bekapcsolni! Megfigyel adatainak magnóra történő rendezés az igazi cél, célom, feladatom, majd pedig utána kiértékelés, illetve ennek a kiosztása a másoknak. Na, most egy kicsikét kavarodott a dolog, szerintem, ha itt maradsz a közelben, és fülelsz, akkor láthatod, hogy miként működik az észlelés technológiája. És például visszaellenőrzöm, hogy mi hallatszott ebben a magban. Nyugat! Aaa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 
A Dórika az ötöske, is merre nézel? Most Ákos jönne délnyugatra. Észak-nyugat. Ákos, jössz? Délnyugatnak hatoska? Nem. Állj. Az Ákos a négyes. Nem. Ötös, igen. Ötös a Borsos úr. Igen, és a Dórika. Dórika hatos, jó? És akkor slussz, itt bezárjuk a bótot, mert körülbelül ennyit tudunk kezelni. Dóri, Cepheus, én a Göncöl, Marci néz a dal, Jupiter, Leo, teleg nézzél a Orion. A kis bolygók és meteorok szakértője Sárnecki Krisztián volt az egyik megfigyelő. Ugye a megfigyelők felosztják maguk között úgy az égboltot, hogy lehetőleg az egészet figyelemmel tudják kísérni, és a hullócsillagoknak a legfontosabb paramétere az az, hogy milyen rajból származnak, hogy leonidák-e vagy sem. Nyilván most döntően leonidákat fogunk látni, de azért nem csak azok lesznek, és emellett ameddig nincs annyi meteor, hogy belénk folytaná a szót, addig egyéb paramétereket is feljegyzünk. A rajtagság után a következő, ami nagyon fontos, a fényesség. Ezután következik az esési idő, esetleg egy szín, illetve a nyom képződésnek a jelzése, illetve az, hogy mennyi ideig marad
ilyen nyom a hullócsillag mentén. Azt onnan lehet megállapítani, hogy Leonidák vagy sem? A Leonidák az a Leo csillagképből származik ez az elnevezés. Egy ilyen képzeletbeli pont rajzolódik ki az égen, ahonnan a meteorok hát nem kiindulni látszanak, az égbolt teljes részén hullanak mindenhol, de hogyha visszafelé meghosszabbítjuk a pályájukat, akkor egy pontba metszik egymást a Leo csillagkép fejébe, és egyszerűen, ha lát az ember egy hullócsillagot, akkor visszafele meghosszabbítja, ha a Leo fejébét, akkor Leonida, ha máshonnan, akkor valami más meteorrajnak a tagja. Nem egy ördöngösség. Hát ugye sarkcsillag 2-2, neked az kell. Cepheus az olyan 3,5, ott a halványabbak már ilyen 4 felé közelítenek. Jupiter mínusz 2, a kapella fejünk fölött az olyan 0,5, a kasznak a legfényesebb olyan 1,4-1,6. Észlelés egyelőre hagyományos technológiával folyik. 1 perc az észlelés kezdetéig, az észlelés kezdete 0 óra 30 UT. Fényesség, esési idő, nyomidőtartalom, szín, rajtak. Tehát itt a Krisztián elmondta, hogy Tauridák és Leonidák. A Tauridák az egy ilyen lass, hosszor elnyúló raj, november elején valójában, de egészen október közepétől gyakorlatilag mostanáig kényelmesen látszanak. Ez például tipikusan az a raj, ami szétszóródott a pálya mentén. Tehát olyan szép, egyenletesen, hogy hosszú időn keresztül viszonylag lagymatag aktivitással jelentkeznek. Volt egy-két híres kitörés egyébként Tauridáknak is, egyszer kifogtunk egy ilyet, talán 86-ban. Az észlelés elkezdődött közben. Egyszer kifogtunk egy nagy kitörést. Iszonyú 180 metort látunk, de iszonyú fényesek voltak. Rövid halvány. Nem rövid halvány. Azt mondja, fényesség. Így van. 30-30-kor kilátta. Jó, tehát Teplektor mondja az időt. Utána halljátok, figyeljetek egymás is, hogy kitoppom. Hallod, hogy egyedül toppogtál le, akkor mondod, hogy ötöske, másik figyel, mondja, hogy négyeske, hármaska. Jó, ha befejeztétek, akkor valaki, akinek a közepén, aki a legjobban lát, akinek az égterületén volt, az elkezdi mondani az adatot. Fényesség, tehát még egyszer revideálva, koncentráljatok. Fényesség, rajtagság, nyomha volt. És hogy ki látta. Mondj egy példát, akkor lesz a legjobb. Négyeske, plusz 2, Leo, 2 sec nyom. És körülbelül ilyen tempóval kéne. Stop. Pillanat. Azt mondja, hogy 32-35. Plusz 2, 1 sec nyom. Milyen rajtag? Leo. Csak nem Leo, Leo. Leo. Nem volt. Az, hogy az ember fia egyedül menjen ki, az kellő mértékű elszántság kell. Sajnos tipikus az, hogy az emberek általában nem igazán vállalják ezt, csak nagyon fanatikus, hogy a vállalja. Itt lustaság, elalvás, unatkozás, félése. Ugye alapvetően társas lény az ember, és ezt ég alatt esetleg különösen rátörhet a magány. Ráadásul a legszebb meteorok megpillantásához jó adag szerencse is kell. Pontosan láttam, hogy valami villant be nagyon. Ekkorát villant! Az Orionba kutatás. Igen, pont arra fordultam véletlenül. Miket láttunk akkor eddig? Hát jól érzékelhető, úgy mondják szaknyelven, hogy csomósodás a meteorrajnak, hogy néha másodperceken belül több meteor is hullik, és aztán hosszú percekig szinte semmi. Tehát ilyen nagy lökésekben érkeznek. Ezek ilyen hatalmas, nem is hatalmas, ezek ilyen nagyon vékony lapok, ilyen porlapok, amik az üstökes pálya mentén szét vannak terjedve, és ezeken a porlapokon repülünk át. És nagyon érdekes, hogy az eddigiek, amiken átmentünk, toppot volt egy halvány, azok pont ilyen halvány meteorokból álltak az előbb, viszont egy pár perc átmentünk egy olyanon, amiben nagy részecskék voltak. Tehát volt egy csomó fényes meteor egyszer csak az égen. És most megint teljesen csönd van. Szóval néhány másodperc alatt átrepülünk rajtuk. Ő is kering, meg mi is keringünk, igen, hát persze, ahogy van, de hát ő a nagyobb a felhő, tehát mi repülünk át rajta. Hát ő is kering a nap körül, mi is, és akkor szembe megyünk. Mondjuk a Földet egy autóval helyettesítjük be, akkor ez olyan, mint az autó szélvédőjén. Nem, mert hogy az autó az 30-al megy, a részecskék meg 40-nel jönnek. Frontálisan ütközünk, tehát nem csak valami áll, hanem ha valami szembe jönne, még nagyobb sebességgel, mint mi. És akkor így kijön, hogy 70-nel ütközünk. Az egy plusz 3 spora volt. Vannak olyan meteorrajok, melyeket nem üstökösről, hanem egy csóva nélküli kisbolygóról leszakadó törmelék hozott létre. Ilyen például a decemberi Geminidák meteorraj. Mások pedig nem tartoznak semmilyen rajhoz. Ezek a naprendszerben szerteszét keringő bolygóközi porszemcsékből erednek. Bármikor és bárhonnan érkezhetnek. Az ilyen háttéraktivitásból óránként 5-10-et láthat egy megfigyelő az év bármely szakában. Ezeket hívják sporadikus meteoroknak. Újabb kísérlet a hálózsákban a jutásra.
2 percen múlt 1 óra, híreink részletesen. Miközben a csapat a Mátrában az eget figyelte, az ország különböző pontjain rádióamatőrök a rádiójuk állomás keresőjét tekergették. Csak hogy ők nem a hírekre voltak kíváncsiak. Olyan helyeket kerestek az éterben, ahol épp hogy nem fogható rádióadó, mert ezeken a frekvenciákon lehet hallani a meteorok hangját. Illetve nem pontosan a meteorok, hanem a meteorokról visszaverődő távoli rádióadások hangját. A meteorok által keltett ioncsatorna ugyanis az égen a rádióhullámok számára tükörként működik. Azok az URH hullámok, melyek normálisan elszöknének az űrbe, a meteorok által keltett ioncsatornáról visszaverődnek. Így akár 2000 km távolságból is lehetséges lesz kiváló minőségű vétel egészen addig, amíg ez az ioncsatorna el nem bomlik. Ez általában néhány másodperc. A csillagász megfigyelők a meteor észlelését, mint azt hallhattuk, top szócskával jelzik, a rádiósoknak ugyanez a ping. Íme egy ping. Ez egy távoli adóból jövő beszéd részlete volt. Miután kora hajnal volt, voltak olyan állomások, amik éppen nem sugároztak műsort, csak mérőjelet. Egy ilyen sípolásból is sikerült egy másodpercnyi töredéket elkapni. Minden ping egy meteor beérkezését jelzi. Így a pingeket összeszámolva megkapjuk a meteorok számát. És ez a módszer felhős és a nappali égen is működik. A most következő felvételen 2 pinget is hallani fogunk. Az egyik egy zenés műsor egy részletét veri vissza, a másik pedig egy máshonnan származó szöveges műsorét. Közvetlenül egymás után. A hullámvadász DX-erek listáján tűnt fel az alábbi üzenet csogi aláírással. Fantasztikus volt a rengeteg brum, ahogy a pillanatnyi ionizáció megdobta az adókat, igazából megosztottam a figyelmemet az égbolt és a rádió között, így azonosítani nem nagyon tudtam, de tényleg hihetetlen volt, ahogy szinte forrt az éter. Amerikai kutatók évről évre morzejeleket sugároznak a meteorok felé, és azt figyelik, hogy azokat hogy veri vissza a meteorion csatornája. Ez itt egy számítógép által felgyorsítva sugárzott morzekód lesz, mely 16-szoros lassításban a morzejelet ismerők számára érthető. A felvétel a rádióadótól 1200 kilométerre készült. És itt egy másik hasonló meteorról visszavert morzejel. Hasonlóan több mint 1000 kilométer távolságból. A meteorai maximuma épp a napkelte előtti órákban volt ez alkalommal, ami különösen szerencsés volt. Hajnalban ugyanis 2-szer annyi meteor látható, mint normálisan, mert ekkor a Földnek azon a felén vagyunk, ami a Föld menetirányában van. Naplementekkor épp az ellenkező oldalon vagyunk, azaz ilyenkor kevesebb meteort figyelhetünk meg. A 2002-es Leonidák maximuma idején percenként 20-30 meteort számolt össze egy megfigyelő, ami az egész égen percenként 100 meteort is jelentett. Ahaj, de jó, ahaj! Még ott van, ahaj, de jó! Volt egy mínusz 1, egy mínusz 3, meg egy plusz 4 Leo. Az elsőnek zöldes nyoma volt. 3 sec nyommal, meg 2 sec nyommal, meg 1 sec nyommal. Az elsőt, második, az mindegyiket. Szóval érzi az ember, hogy úgy belespriccel a Föld úgy egy ilyen törmelék tömegbe. Ugyebár a múlt esztendőben a Leonidák idején a hőmérsékleten 20-20 fok. És itt később ugye jöttek a Geminidák, akkor már mínusz 14 fok volt, és ugyanilyen kellemes kis északi szél, mint ami most van egyébként. Kvadrantidákkor pedig mínusz 10, mennyi? Talán. Úgyhogy eléggé vérfagyasztó volt a múlt év, hát ahhoz képest ez Hawaii. Jellemző módon a múlt évben 1-2-3 fős tömegek észlelték ezeket a nem kis rajokat. Hány perc van a kitörésig? 108. 4-3 múlt helyi időben. Top! Jaj, de jó volt! Top! Jaj, de jó! Milyen sárga volt? A tauridák sárgák, amik jellemzően nagyon lassúak, de például az éta akvaridák is sárgák. Jaj, de szép volt! Amik viszont gyorsak. Top! Top! Egy sec nyom. Top! Ötös látta. Hármas is. Hármas ötös. Minusz egy Leo. Minusz egy Leo. Top! Haj, 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 haj. Micsoda villanás. 41-38. Egyeske nulla Leo. Top! 46-30. Ötös. Top! Haj! Mi volt ez? Top!
Egyszerre volt kettő. Tehát azt mondja, 42-50. Uraim, kondessék a Holdon! Nem sokat halványít rajta. Nyugodtan nézzetek, addig én látok tűzgömböt a túloldalt. De jó piros volt! Ezt mind a két egyeske látta, a kettes is. 50-00 négyeske. Négyeske plusz kettő leó. Plusz hármat. Mi volt ez? 10-52. Mindenki látta, minusz egy leó. Oké. Hopp! Majd egy gyönyörű egyszerre! Három még egy! Három volt! Sőt, három darab volt. Első kettő egyszerre. Igen, első kettő egyszer, plusz egy másodperc később. Top! Mi volt ez? Igen, neked. Top! Oh, de mekkora volt! Tehát azt mondja, volt egyszer 21-0, 21-26, 21-28, 21-32 és... Az első az egyeskének plusz 4 leó. A második a hármaskának plusz 4 leó. Mindenki nagyon koncentrálni. Átállunk a perces ütemre. 26-00. Tehát most el fog telni egy perc, mindegy gyűjti magában, jó? Hányat lát, és ha meg tudnám mondani, milyen fényesek, az se baj, ha nem, hát majd kiderül. És akkor letek a perc, akkor bajongolok, és akkor mindenki elmondja, hogy hányat látott, esetleg miért. Stop! Aj, de jó volt! Ez legalább háromban ért föl. Istenem. Egy ilyet fotózni. Ez szép lassan ment. Hoppá! Mi van hoppá. Itt? Ébredj fel, mert potyognak! Én kettő darabot láttam! Jaj, de jó! Egészen esőszerű volt. Nagyszerű. Hú, de jó volt ez. Azt a benne van! Benne van! Miben? Jaj, Istenem! Elpirulok! 4 óra 41 hely időben. Ez is megvan! Hol? Megfogtam! Térjünk át a hangerősre, most már. Figyelem, koncentra. Azt mondja, hogy kakuk 48-tól 49-ig. 0, minusz 1, 4, 4, 3, 4, 0, 3, 4. Kettes. Minusz 2, minusz 1, 0, 0, 1, 3, 2. Hármaska. 1, 1, 4, 4, 2, 0. Kégáz szívott. Nem tudom már számolni, de számolom, jó van, azért csak megy. No. Hatoska! 3-0 plusz 3 plusz 4! Jaj! 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 Menj az időt! Jaj! Elkezdődött! Jaj! Uraim, jegyzitek! Jaj! 7-nél tartok. Én 10-nél tartok. És nézd meg, mennyi az idő, Tepi! Hát az idő, az idő. A 4 óra 50 van. Abszolút egy tiktak, hip-hop. És így ment a meteorok számlálása egészen Pirkadatig, amikorra a felkelő nap sugarai túlragyogták a még mindig hulló meteorok fényét. Gyerekek, beborítottak volna egy taliga sódert. Jaj, de jó volt! Jaj! Jaj! Mindjárt, hol az égen? Hol? Nézzé, baker! Mintha a borsó szemeket szórtak volna be. Szekérderék kapásról. Istenem! Majd beletett egy mozdony! Istenem! Az visszafele jött, az egy partizán volt. Azt mondjátok el, hogy... 8-tól 9-ig, egyeske. 26. Heteske. 21 meg egy partizán. Nekem meg 22 volt. Nem tudom, hol tartom. Jaj! Most tetett be a mozdony! Ott a nyoma! Ez nincs csak a sapágygolyója volt! Három megint! Mi volt ez? Figyeltetek, kihúnyt egy pillanatra az Orion öve! Az elmúlt órában hulló csillagok nyomában voltunk. Ehhez segítségül voltak a Danubius, a Fix, a Kossuth és a Tilos Rádió műsorai. Zenében pedig Vangelis, a Notre Dame szerzetesei, Beethoven, Schumann, Berlioz, Purcell, a P.O.D., Bo Hanson, a They Might Be Giants, az Armageddon és az Apollo 13 című filmek zenéi, valamint Apsitos István rádiós meteor észlelései. Hargitai Henriket hallották.